Szinte teljesen üres ez a terület a vámos szabadi menekülttábor előtt, ahol most az üres sátrak állnak, ott korábban több ezer menekült fordult meg. Ők Röszke irányából érkeztek buszokkal, majd az ügyintézés után innen mentek tovább, többségük a győri vasútállomásra. Innen vonattal jutottak el Hegyeshalomba, illetve Ausztriába. Éjszaka viszont nagy volt a nyüzsgés, hiszen rengetegen próbáltak meg eljutni a déli határzár szigorítása előtt nyugatra. Az osztrák önkéntesek több sátorban tárolják az élelmiszer és ruhaadományokat. Ők azt mondták, éjszaka erre nagy szükség volt, és további menekülteket is várnak. Ausztriából, Bécsből jöttünk, hogy segítsünk a menekülteknek. Éjszaka nagyon sok munkánk volt, rengeteg embernek volt szüksége élelmiszerre, vízre, ruhára és természetesen orvosi segítségre is. Emellett rengeteg meleg holmira is szükség volt, takarókra, hálózsákokra, mivel nagyon lehűlt éjszaka az idő. Ezek a férfiak éppen reggeliznek, ők az utolsók, akik nem mentek innen tovább az osztrák határhoz. Mint elmondták, családjukat várják, akiktől Röszkén szakadtak el. Ennek a férfinak 3 gyermeke van, ők a feleségével érkeznek buszokkal. My son 17 years won't go with the free army Syrian. A legidősebb fiam 17 éves, csatlakozni akart a szabad hadsereghez, hogy harcoljon a hazájáért. Én viszont úgy döntöttem, hogy elindulunk mi is Németországba. Jobb életet szeretnék teremteni a családomnak. El akarom őket vinni egy biztonságos helyre, ahol nincsenek bombák, nincsen háború. A hazámban rengeteg ember meghalt. Azt szeretném, hogy a családomnak ne kelljen többet szenvednie. Most a feleségemet és a gyermekeimet várom. Őket is buszok hozzák Röszkéről, és itt találkozunk, innen megyünk tovább, hogy ne lássanak több háborút. A menekültek utolsó hulláma még a határzár szigorítása előtt át akart jutni Nyugat-Európába. Sokan azért, mert mindenüket feltették az új életre, és nem tudnának már visszamenni hazájukba. A szüleim segítettek, hogy el tudjunk jönni, nem maradt semmink. Volt egy boltom, ami megsemmisült egy bombatámadásban, és a házunk is leomlott. Semmi pénzünk nem maradt. Az apám adott 6000 dollárt, amivel a családomat el tudtam hozni. Ha eljutunk Németországba, az lesz az első dolgom, hogy felhívom őket, elmondom, hogy jól vagyunk, mert nagyon aggódnak. Ha minden rendben lesz, megpróbálom őket is elhozni. Közben kiderült, hogy a burgenlandi tartományban a katonaságot is mozgósítják. Nekik az lesz a dolguk, hogy részt vegyenek a humanitárius segítségnyújtásban.